Világszerte demonstráltak a palesztinok ügye mellett szombaton. Irak fővárosában, Bagdadban a tömeg izraeli zászlókat égetett. Londonban tüntetők ezrei arra szólították fel a brit kormányt, cselekedjen annak érdekében, hogy az erőszaknak gátat vessen. Szombaton Izrael lebombázott Gázában egy több hírügynökségnek is helyt adó épületet, és az eddigi legvéresebb izraeli légicsapásban meghalt 10 palesztin, főleg gyerekek. A dél-franciaországi Montpellier-ben több százan békésen demonstráltak a palesztinok ügye mellett. A palesztinok elleni bűncselekményeket az ENSZ elítéli és elismeri, mondja ez a nő. A palesztin területek gyarmatosítását az ENSZ elítéli, és mindezek ellenére a nemzetközi közösség nem cselekszik. Elkezdődött valami, de ez lassú és szívfacsaró. Párizsban összecsapásokba torkollott az a palesztin barát felvonulás, amelyet előzőleg a kormány kérésére a rendőrség nem engedélyezett. Arra hivatkozva, hogy a korábbi hasonló események súlyosan megzavarták a közrendet.